Ennek a mai napnak az első nagy rendezvény, amikor itt együtt lehetünk, és így meg is tudtuk ma alakítani ezt a csodálatos egyesületet, aminek az neve, hogy a Gyulai Németekért Egyesület, és szeretnénk, hogy minél többen csatlakozzatok ehhez az egyesülethez, csatlakozzanak ehhez az egyesülethez, hogy tudjuk meg élettel megtölteni ezt a fantasztikus épületet, és hogy mindenki saját magáinak érezhesse, és mindenkinek legyen ebben a közösségi munkában valamilyen feladata. Glanz sieht man mich auf jedem Berg im Tiroler Land. Hola die, mit meinem Rucksack, hola die, oh, auf der Höhe. Hola die, ohne Rucksack, hola die, oh, wo will ich gehen? Hola die, und mein Mädel, hola die, oh, der zeige dann. Egyszer olvastam, hogy az Egyesült Államokban egy felmérést készítettek a gyerekek körében. Megkérdezték tőlük, hogy mi borítja a csirkének a húsát, szőr, toll, vagy pedig műanyag zacskó. És 40-valahány százalék a műanyag zacskóra szavazott. Azt gondolják, hogy a csirke húst, azt műanyag zacskó borítja alapvetően. Mert hogy nem láttak még valószínűleg életükben élő csirkét és tyúkot. Ez nagyon jó rávilágít arra, ez a példa, hogy a 21. században megszokjuk, mert nem látjuk, hogy hogy készül, hogy az ételek a polcon vannak a boltban, a lekvár üvegben van, és sokan már nem is látják, hogy az édesanyjuk vagy a nagymamájuk hogyan főzi meg a friss, zamatos gyümölcsből a finom lekvárt. No, de ez a gyulai és németvárosi gyerekekről nem mondható el, hiszen a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Kárschiffert kör hosszú-hosszú évek óta tartó elkötelezett munkájának eredményeképpen így Gyulán megismerhető a szilvalekvár főzés minden rejtelme, és tudhatjuk, hogy a szilvalekvár eredendően nem üvegben terem, hanem bizony fáradtságos munkával készül, évszázadok tapasztalata van benne. Mein Mädel bei der Hand, geh ich schneidig auf den Berg rauf, stolz im Lederhosenquant, ja! Den Rucksack auf den Buckel und die... Minden évben főzök én is otthon ciberét és szilvalekvárt is. Mi mindig a besztercei szilvából főztünk, de a jó cibere titka, hogy egy kicsit édes, egy kicsit savanyú, és már kellően lágy és sejmes ahhoz, hogy fogyasztható legyen. Nálunk a kedvenc, amikor a brassói apró pecsenye mellé, ami ugye egy fokhagymás, egy ilyen édes savanykás szósz teszünk, úgyhogy mi nagyon szeretjük. Glanz sieht man mich auf jeden Berg im Tiroler Land. Hola die, mit man... Jó szilvalekvár titka a megfelelő alapanyag, és a rézist, illetve a folyamatos keverés, amiben folyamatosan részt veszünk, amelyek reggel 7 óra óta lelkesen kevergeti a szilvalekvárt, és bízunk benne, hogy hamarosan ez el is készül. A rendezvényünknek a másik célja pedig az, hogy átadjuk az őseink tudását, hiszen egy nagyon finom házi gyümölcsből, rézüstben, egészséges, tartósítószer nélküli szuper élelmiszert készítünk itt ma, ami az elmúlt évek tapasztalatai alapján nekem megvan, még a 14 évvel ezelőtt készült első lekvárom is, hát nem romlott meg még egy darab sem. És még a másik csoda, ami ma fog megtörténni, hogy a 100 éves kemencébe most először sütünk újra süteményt, és hát reméljük, hogy kenyeret is kipróbálunk, és mindenféle érdekességet együtt megtapasztalhatunk, megtanulhatunk, és igazából egy ilyen önfeltartó életre tudjuk a fiataljainkat is nevelni. Csitke bokorban!